Hú, jó kérdés, hogy miért vagyok vegán. Hát először indult a vegetáriánizmussal, és most egy jó ideje, úgy évelején elmaradt a tejtermék is. Persze nem minden tejtermék, hogyha Krisna-völgyben vagyok, akkor iszom tejet. Valahogy ez olyan első körben olyan megérzésszerűen jött. Egyre kevésbé kívántam a húst, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem eszem. De ez még jó pár évvel ezelőtt volt. Akkor nem volt különösebb elméleti alapja ennek. Egyszerűen csak ilyen érzet volt, hogy ez így jobb. Aztán persze találkoztam krisnás baktákkal, és akkor természetesen hogy az ember előbb-utóbb valahogy úgy összeállnak az épületek, és akkor az elméleti alap, az erőszakmentességnek az elve is hozzátevődött, ami hát szóval nem kell feltétlenül lelkes állatokat elpusztítani ahhoz, hogy életben maradjunk, mert elég sok minden másfajta táplálék is van a Földön. Az erőszakmentesség elvét azt meg én lehet, hogy nem tudnám olyan jól megfogalmazni, mint egy avatott bakta, de azért szomszédasszonyom szokott egy nagyon jót mondani, aki jóga tanár, és ő sem eszik húst, hogy amikor mondják neki, hogy de miért nem eszel húst, hát a hús az ilyen jó, meg olyan, és ő mindig visszakérdez, hogy és te megennéd a kutyádat? És akkor mindig csend lesz. De hát jó, hát az nem kutya, az csak egy csirke, de hát miért? Hát volt már olyan, hogy valakinek egy kisbari volt a kedvence, volt már olyan, hogy valakinek egy kisborjó volt a kedvence, tehát hogy ugyanúgy lelki kapcsolat alakulhat ki egy állattal, hiszen egy lelkes élő lény, benne is lakozik valamiféle lélek, és ugye azokat olyan, mint ahogy a kutyánkat se pusztítanánk el, vagy a házi kedvenceinket, miért esik más elbírálás alá egy akármilyen állat. Úgyhogy szerintem sokkal jobb vegetáriánusnak lenni, és hát amellett, hogy egyre nagyobb divat, ugye október 1-e a vegetáriánizmus világnapja, amellett most már egyre több helyen lehet vegetáriánus módon étkezni, sorra nyílnak a vegán éttermek is, és sorra rendezik a jobbnál jobb fesztiválokat. Ilyen lesz a Lélek palotájában október 8-án is a vegetáriánus vegán gasztra fesztivál. Úgyhogy szerintem érdemes eljönni és kipróbálni azokat a nagyon-nagyon finom ételeket, amiket itt a Krisnás templomban főznek.